te egy néző vagy, ugye? Akkor ez egy videó, és akkor üdvözöllek a csatornámon. Ezen a csodálatos szép napon, itt a Deák Ferenc téren. Ahogyan a címből is láthattátok, ma be fogom mutatni nektek az M3-as metró déli szakaszának készen lévő állomásait. Gyors konklúzió a metró potlásról, aztán futunk le, mert 55 van, és 2020. október 22-én 17 órakor adják el ezt a szakaszt, és innen a Deák Ferenc térről fogunk elindulni Kőbánya Kispest. De előbb a pótlásról, ami másfél évig történt itt a déli szakaszon. Nagyon gyors leszek. Első, nagyon praktikus volt, mivel nagyon jól használták ki a buszsávokat, az ülőutat és a többi vonzásterületet, például a Baráros térre is vitték be az embereket. Különböző járatokat is alkalmaztak a pótlással, például az 254E-ből lett 254M, elment a Nagyvárad térre. A 200E a Kőbánya Kispestről elment a Nagyvárad térre, és a 194-esről lett egy 194M. M3-as sima pótló mellett volt reggelente oda-vissza a határút és a Nagyvárad tér között az M3 eljelzés autóbusz. A délutánonként, mert csak a Nagyvárad tér és a határút között volt egy M3 eljelzés autóbusz, semmiben nem különbözött, mint a sima pótlás visszafele, a határút fele, csak annyi, hogy a határúti közlekedett, és nem Kőbánya Kispestig. Praktikus volt reggel ez a pótló, mivel a Népligetet nem érintette, ugye a Népligeten a sima M3-as jelzésű autóbusz, ami a Kőbánya Kispest és Nagyvárad tér között közlekedett egész nap. Nem volt annyira jó, mint hogyha metróval mentünk volna, de egészen tűrhető volt, picit tapsra BKK-nak, ezt valamennyire jól tud megcsinálni. Viszont szerintem nem is húzom tovább a szót, így is nagy a zaj. Nézzük az első megállónkat, és ahogyan jön az első metró, ami Kőbánya Kispestre megy. Nézzük! Az Ecseri út következik. Pöttyös utca következik. Határút következik.